Látásunkat minimum 2 évente érdemes ellenőriztetni. Az emberek jó része nincs is tudatában annak, hogy látása már romlott, hiszen agyunk sokáig képes korrigálni. Figyelmeztetőként jelentkezhet a fejfájás és a fáradékonyság. Azon kívül, hogy a homályos látás esetleg közelre 40 év fölött ez automatikusan sajnos bekövetkezik, illetve bármilyen látásromlást érzékelünk, ezen kívül fejfájás, szédülés, fáradékonyság is lehet a dioptria hiánya következtében. Egészen pici kortól érdemes a látást ellenőriztetni. Az első vizsgálatot 6 hónapos kor körül javasolják a szakemberek, de serdülőkorban fél évente érdemes gyermekünket látásvizsgálatra vinni. A szemvizsgálat után amennyiben szükség van szemüvegre, nem mindegy, hogy milyen lencsét választunk. Nagyon fontos, hogyha egy jó szakemberrel találkozik a kedves vásárló, akkor azon kívül, hogy a szemüvegkeret jól áll, fontos szakmai pillérek vannak, amiket figyelembe kell venni. Az arcon való elhelyezkedése, a szárhoz, tehát ez egy olyan, mint egy cipő vagy egy kabát, hogy ennek szépen illeszkednie kell, amin természetesen tudunk változtatni, alakítani, saját személyre szabjuk. És a lencse pedig attól függ, hogy kinek mi a hobbija, a munkája, mert egy könyvelőnek olyan lencsét adunk, amivel az 40 centitől 1 méterig kiterjedésében nagyon jól lát. Egy kamionsofőr például egy profi távolra szóló szemüveget kap. Fontos lenne a szemünk megfelelő pihentetése, ami azt jelenti, hogy legalább 3 méterre kell tekintenünk. A nap nagy részét monitor és telefon előtt töltjük, fontos lenne, hogy munka közben is 60 perc monitor előtt töltött időből 10 percig pihentessük a szemünket, nézzünk a távolba.